A magyar méz tisztább és jobb minőségű, mint a külföldi. Ezt szeretnék minél inkább tudatosítani a hazai fogyasztókkal. Az Európai Unió tagállamai között hazánk a második helyen áll, a méz sűrűséget figyelembe véve. A termelés az elmúlt 10 évben 15 és 30 ezer tonna között mozgott. A magyar mezőgazdaság bruttó hazai termelési értékének 1%-át adja a magyar méhészet. A hazai méztermelőknek milyen kihívásokkal kell szembesülniük, és milyen támogatásra számíthatnak a következő években, a kérdéseket Hók Józsefnek, a Nyíregyházi Méhészeti Egyesület elnökének teszem fel. Jó estét kívánok! Köszöntöm. Jó estét kívánok! Kezdjük azzal, hogy milyen évet zár a méhész. Talán egy nehéz tavaszon vagyunk túl. Igaz, hogy egy hosszú hidegtelünk volt, de az igazából nem befolyásolta a méhi családok életét, viszont jelentős. Már február után, márciusban jelentős méhi családpusztulás volt a megyénkben. Ez a korábbi évnek, az atkaírtásának okozott problémáját, egy olyan 30%-os pusztulás sikerült azért itt a megyébe produkálnunk. Ami hogyan azért jelentkezett ez a méz hozamban? Utána a kedvező, mert mondhatjuk, hogy kedvező időjárás, kivéve a repcét, mert a repcén azért egy szeles esős időjárásunk volt, ezért a repce mézünk igen kevés lett, és mondhatjuk, hogy nem is pergettünk róla, viszont a családok felerősödtek rajta, akácra már az időjárás is kedvező volt, megfelelő hőmérséklet, páratartalom, szélcsendes időjárás, és a méhi családok, mondhatjuk, vagy hát akkor az elmúlt évek kiemelkedő termését hozta az akác, amit nekünk szabolcsi méhészeknek mondhatnánk, hogy a méztermésünk aranya, a nyírség aranya, végül is úgy, hogy akácmézből jó minőségű és megfelelő mennyiségű méztermésünk volt. Ez azt jelenti, hogy a méz sűrűsége az még inkább megfelelő, tehát egy nagyon-nagyon jó minőség, és ugye európai viszonylatban kiváló minőségű ez a méz. Hát végül is ez az akác, amit nálunk van Szabolcs megyében, már csak a talajviszonyok miatt is, végül is máshol nem úgy terem meg. Ez a homokos talaj az, ami igazából ennek az élőhelye. Tudják ezt érvényesíteni a piacokon? Ezt az előnyt, ezt a minőségi előnyt? Mondhatnánk, hogy igen, mert azért más európai országokban mézjavítóként használják fel a mézünket. Az ottani megtermelt mézeknek a feljavítására, eladhatóságára használják fel. Itt hazánkban kismértékben tudjuk, valójában Magyarországon megtermelt méz körülbelül talán mondhatnánk, hogy 20-30%-a, ami hazai piacon végzi. És az összes többi az hordós kiszerelésbe európai országokba kerül. Mit tudnak tenni annak érdekében, hogy a hazai mézfogyasztás növekedjen, hiszen az európai átlaghoz képest jelentősen kevesebb méz fogy itthon? Hát itt hazánkban körülbelül egy 60-70 deka körül beszélhetünk mézfogyasztásról, más európai országokban azért a másfél kiló. Most volt itt a közeljövőben a mézes reggeli program. Például egy tipikus példája volt, ahol a mézet szerettük volna reklámozni, felhívni a méz fogyasztásra a figyelmet. Miből állt ez a program? Hát itt iskolákat látogattunk meg, ahol egy mézes reggelit biztosítottunk a gyerekek számára, akár itt a mézkóstolóval, a vajaskenyérrel és egy kis ismeretterjesztővel. Mert inkább az ismeretterjesztőt is mondanám, mert megpróbáljuk a méhek életét bemutatni, megközelíteni, hogy mi is az a méh, nem csak a mézfogyasztásból, a megporzás jelentőségére is felhívni a figyelmet. És volt egy kis film, amit lejátszottunk lehetőség szerint a gyerekeknek, ahol mondhatjuk, hogy nem csak velünk beszélgettek, hanem a méheket látták munkába, akár a virágokon, akár a kaptárba. De a legfontosabb volt az, hogy a méz jótékony hatására felhívjuk a figyelmet, és ne csak elidén, vagy félelmet biztos, a félelem keltésüket megpróbáljuk elosztatni a méhek felől, mert nem egy olyan barátságtalan állatok, mint azért sokan gondolnák. Itt a nyírségben mennyire népszerű a méhészkedés országos viszonylathoz képest? Hát munkahelyi lehetőségek azért itt, mondhatjuk, hogy Szabolcs megyében, ha már javul is, de azért korábbi években egyre vagy kedvezőtlen volt. Mindenki, bár vagy hát a mezőgazdaság ágazatokat tekintve, a méhészetet választotta. Nagyon sok fiatal gazda lett méhész, akik, hát most nagy számot fogok mondani, de lehet, hogy 70-80%-a mindenféle tudás, tapasztalat vagy segítség nélkül fogott neki méhészetnek, és ők veszélyeztetik a mi méhészeteinket. Milyennek a kockázata? Hát azért a méhészet, már csak a, most hát akkor úgy mondanánk, hogy a méheket nem egy zárt
olba, vagy valahol tartjuk. A méhek repülnek mindenfelé. Teljesen más, mint egy sertéstenyésztés, vagy baromfi tenyésztés. Bármilyen más állattenyésztési ágazathoz nem lehet. És a méhek találkoznak kint a virágokon, erdőkben, növényeken, bárhol. Ahol bármilyen parazitát, vagy vírust, vagy baktériumot visz magával, akkor átadja más méheknek. Ennek is betudható az a nagymértékű méh pusztulás, tavaszi amit tavasszal lehetett? Igen, ez okozta végül is egy jelentős gondot számunkra. Ez tulajdonképpen egy támogatásnak lett végül is a visszaütője, de hát maga a támogatási rendszer azért mennyiben segíti a méhészeket? Hát vannak támogatási formák, amik igenis kedvezőek számunkra, például a nemzeti programra, a méhészeti nemzeti programra gondolunk, ott azért akár a varroa vagy nozéma elleni gyógyszeres kezelés felhasználására, vándorlást elősegítő, pergetést elősegítő, vagy sorolhatnánk itt akár a mézmarketing vagy a mézvizsgálatokra lehetőség nyúlik. Ebből az Országos Magyar Méhész Egyesület a mézvizsgálatokat összefogva oldja meg, a méhészek pedig személyenként mély család számtól függően vehetnek igénybe ilyen utánfinanszírozott pályázatok vagy támogatásokat. Maga az Egyesület hogyan tudja segíteni, vagy megelőzni ezeket a méhpusztulásokat? Hogyan tudja segíteni a fiatal kezdő méhészeket például? Hát mi minden hónapban rendszerességgel összeülünk a méhész kollégákkal, akik eljönnek a gyűlésre, és megpróbáljuk végül is legalább a figyelmet felhívni. Az a baj, hogy senkinek nem nyúlhatunk a kaptárjába, hát mindenki a saját méhésze. Képzéseket tudnak szervezni számukra? Gyűlések alkalmával, kis előadások tartása, vendégek meghívása, szakmai előadók meghívására sor kerül. Kimondottan szakmai képzést az Egyesület nem végez. De ott a gyűlések alkalmával, abban másfél-két órában folyamatosan a napi teendőkről beszélünk, hogy mivel kell foglalkozni, akár a védekezéseket hogyan kell, vagy aktualitásokat végig folyamatosan tárgyaljuk. Milyen terveik vannak a jövő évre? Ugye egyrészt a szakmai segítségnyújtás, másrészt pedig a marketing és a tudatos mézfogyasztás irányában. Hát nem az idejében, de akkor az országos, vagy a mézes üveg, a mi termelői mézes üveg, ami már azért bevezetésre került, megpróbáljuk a kis termelőinket arra ösztönözni, hogy minél inkább a hómés üvegbe vagy a mézes üvegbe értékesítsék a mézüket, akár az árszallagot, amit tudunk javasolni számukra, garanciát vállaljon, vagy hát az, hogy a méhész adja a nevét, az árszallagot hozzá, hogy ő ezt a mézet termelte, ez, hogy magyar méz, termelői méz, maga legyen a garancia. És a garanciát ebből próbáljuk a minőséget, egyebeket felügyelni. Különböző rendezvényeinken, amit meg akár akkor felhoztam a mézes reggelit, vagy itt Nyíregyházán is volt gyereknapon nyílt pergetés, ilyeneknek a lehetőségével pedig megpróbáljuk a mézfogyasztást növelni mi, Nyíregyházi Egyesület. Azért vannak más mézreklámok is, ahol a mézfogyasztásra próbálják felhívni az emberek figyelmét. Ezt inkább az Országos Magyar Méhész Egyesület koordinálja. Mi az, amit tudnak tenni a mézhamisítások ellen? Hát azért abban bízunk, hogy hazánkban nincs méz, mármint méhész nem hamisít mézet. Az, hogy más országokból hogy kerül be a méz, és esetleg hogy kerülnek vegyítésre magyar mézekkel, ezt nem a méhész tudja, hanem a NABIC különböző vizsgálataiból, vagy akár a mi nemzeti programunkban szereplő mézvizsgálatokból derülhet rá fény, hogy valami történik. Csomagolóknak sajnos a mi, vagy az ő technológiájukban méhészek nem tudunk beleszólni. Gondolom ezt a célt is szolgálja az, hogy saját üvegben, vagy olyan megkülönböztetett jelzéssel látják el a ez legyen a garancia rá, hogy az az ember, aki ott értékesít, az az Országos Magyar Méhész Egyesület tagja, mert csak az vásárolhat ilyen mézet, maga az Országos Magyar Méhész Egyesület ezektől a méhészektől akár bármikor, évente, akár többször mézet kérhet be vizsgálatra, ahol ha véletlenül is bárkivel gond lenne, biztos, hogy nem értékesíthetne mézen. Vannak-e értékesítési gondok? Nagy kereskedelmi értékesítéssel mondhatjuk, hogy nincs gond. Igaz, hogy az elmúlt 5-6 évben nem változott az ár. Az már akkor elég nagy gond, mert a jövedelmezésünk biztos, hogy nem ugyanakkora.
kiskereskedelmi értékesítésben minden méhésznek én úgy gondolom, hogy megvannak azok a törzsvendégei, akik már évek óta hozzájárnak és tudják azt, hogy mit vásárolnak. Viszont tudjuk a kereslet, megint az emberek keresetéről kell, hogy beszéljek, nem lesz jelen pillanatban még nem fővásárlási szempont a méz, mert inkább megveszik a kenyeret, húst, bármit, most erre nem kezdjük el felsorolni, de nem biztos, hogy a mézet veszi mindenki. Hók József, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm.